Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Szimpokalipsz. Egyelőre a demo. Valamikor az év végén kívánnak megérkezni. Még idén. Lássuk. Nincs semmi trükközés, klasszikus nukleáris háborúval pusztultunk el. És majd a nukleáris háborúból föléledve kezdjük meg az új birodalmunk újjáéledését. Hát lássuk, hogy mire megyünk. Kezdhetünk 10-től 20-ig. És lehetünk valahol gyorsabbunk építkezés, hatékonyabb bánya, Antarktiszon több víz van. Legyünk európaiak. Kezdjünk felderíteni. Wuhú! Adjunk különféle munkálatokhoz népeket, legyen kaja is, és ezzel meg vagyunk az első küldetéssel. Wuhú! No. Keressünk több helyet. Az mind-mind hasznos. Kutatás. Ház. Építsünk házat. Ha lenne fánk, akkor tudnánk több fázat építeni. De nincs egyelőre. Mondjuk egyre még futja. Tizenöt helyünk van, és lassan azért érkeznek az emberek. Oké, mi a feladat még? Sok ház, sokan víz és kaján. Mondjuk legyen ennyi fáz. 6. Az 8 összesen. 9. Akkor lesz 10 házunk, az valami. Jó, igazából mindegyike legyen meg az 5 ember, amit javasol. Úgy vélem. Építsünk házakat. Rendben, építünk házakat. Wuhú! Következő, legyünk önfenntartóak. Önfenntartóbbak. Víz. Meg ilyesmi. Pumpa! Igazából van 10 forrásunk, vízforrásunk, az jól hangzik. Minél többet használunk, annál jobb, ezt ugye megegyezhetünk. Öt pumpa, az egy jónak tűnő érték. És akkor kaja is, víz is. Pozitív, ipek, hogy csak. Építsünk farmot, akár többet. Mondjuk 5-öt, abból is. Hát, ha lesz elég fánk. Pofánk.
Egyelőre úgy látszom lesz. Mondjuk az rengeteg vizet igényel majd. Nem baj, mert épp most termesztünk egy csomót. Tíz többlet. Az jól hangzik mindig. Mi a feladat? Építsünk farmot, építsünk erdőt. Az is vizet igényel. Meg 100 fát. Meg sok földet. Legyenek itt többen. Dolgozzanak a földeken. Mondjuk így a vízigényünk az nagyon nagy lehet. Úgy érzem, ez az öt cucmák ide majd kell. Azt hiszem, ahhoz kéne terület. Jó, hát majd egyszer. Majd egyszer. Ja, nincs föld. Akkor azért kell felderítenünk, hogy legyen földünk. Nyilvánvalóan. Bánya! Mondjuk nem kell, de lehet. Találtunk földet, nem is keveset. Még mindig pozitív a víz, de nem végtelen, csak pozitív. Viszont van föld, úgyhogy építsünk egy csomó extra. Hogy hívják ott? Kaja pozitív, nagyon pozitív, víz pozitív. Egy kettőt termel, egyet viszel egy-egy ilyen kaja forrás. Akkor jól állunk, jók vagyunk. 500 fa, köszönjük. Az tényleg pikpak. Oké, civilizációt építünk, majd meglátom. Ó, hogy itt lehet munkásokat. Ami hasznos. Ahogy ez meg is voltunk vele, lol. Oké, hát a fa az én gondom. Alapvetően. Építsük meg a bányát, dolgozzanak tizen a bányába, legyen iskola, kórház, mi egyéb. Autóbány, autópumpa, jól hangzik. De az kell kő. Oké. Én építeném, ha lenne. Ó, hogy ehhez fa kell. Aha. Itt a gondom. Hogy ez fából csinál fát. Ez az erdőség. És nincs elég fánk. No,
mi lesz, ha érkezne végre egy kis fa, hogy tudjon dolgoznia. Fa termelünk. Na és még így is működünk, mert van fa. Oké, de akkor ezek szerint ebből kell, amihez kell víz. Yeah! Olyan sok termelésünk nincsen, de mondjuk azért pozitív a fa. A víz az fogyó eszköz azért. Jó, legyen még 5 ház, de annyi. Legyen 3 ilyen, nem tudom, hogy kell-e, de legyen. Nem biztos, hogy fogjuk használni. De az már azért úgy érzem a vízkészleteinket a mínuszba fogja csapni, ami nem egészséges. És ez is víz kell majd, remek. Tehát alapvetően mindenhez víz kéne, amit csinálunk. Pumpához meg energia kell, de vízet használ, vizet ad. Ha jól látom, ez energia, gondolom, az a sárga izé. Amim nincs, úgyhogy azt nem fogjuk használni. Úgyhogy ezt a 10 helyet, ezt 10 kézipumpának fogjuk használni. Még jók vagyunk, és akkor abból készül a kő. Jipi! A következő feladat iskola. Jó. Akkor abból meg lehet üzemeltetni végre azt is. Nem ideális, de így alakult. Egyelőre így tartom célszerűnek. Kajánk van, vízünk van, helyes. És akkor mindenből jók vagyunk alapvetően. Gondoltam, hogy 10-et akar. Fejlesszük a bányát, hogy lehessen vas, de ahhoz kell bánya, vagy erőmű. Építsünk erőművet, ami fából készít energiát, nem túl meglepő módon. Let's gyűjtögetni is némi energiát. Hogy állunk fából? Egész jól. Van minőségi térkép. Szomszédok, amikkel harcolhatunk, meg mi egyéb. Oké. Alapvetően mindenből jól állunk. 20 fa van, energiánk rengeteg. Még mindig pozitív a fa.
Mi lenne a feladat? Upgrade-eljük a bányát. 1000 kő, meg 5000 fa. Ouch. Mennyi vízünk van? 10. Jó, akkor csináljunk még 5 bányát, hogy mi az bányát? Erdőt. Hadigyár. Kórház. Minden kéne hozzá, úgyhogy azt majd csak később. Ja, most azért készítjük ezt, hogy legyen víz, vagy legyen fa, több fa, szebb fa, jobb fa. Ó, sima vízgyűjtő. Semmi nem kell hozzá, rengeteg alapanyagon kívül, meg erőforráson kívül. De csak úgy működik, az mondjuk jól hangzik. De lássuk ezeket a másfajta erdőket. Több víz, több fa, de nincs elég emberünk. Építsünk akkor még házakat, lesz belőle ember, ahhoz kell kaja, meg víz viszont majd. Oké, azt hiszem. Alapvetően jó pofa. Kissé van ilyen idol jellege. Ötöt tudunk beledobni, az mondjuk nem egy haszontalan. Legyen hatékonyabb. Nem száguld de a kutatás, de egyelőre van, úgyhogy ez úgy érzem összességében hasznos volt. Vízkaja van. No, mit várunk? Alapvetően semmit. Én nem tudom én ezt upgrade-elni. Ha csak azért nem, mert nem fejlesztettük ki. Aha! Hogy sikerrel nem fejlesztettük ki, és elköltöttem az összes kutatási pontomat. Jépi! No, víz van, kaja van. Akkor nem is olyan vészes a helyzet. Lehetne jobb, de nem vészes. Várjuk a kutatást. Alapvetően. És akkor az fontos, hogy arra költsük, amire kell, ami szükséges a következő lépéshez. Na, és azt hiszem a kórház megépítésével fogjuk zárni a mai napot. Berakhatunk rengeteg embert. Ez mondjuk azt jelenti, hogy a vízigényünk nagy része elment. Vagy víztermelésünk nagy része.
De cserébe készül ilyen bogyó. Ebből mi hiányzik? Semmi. 5 ilyen vízfogót akkor építünk. És akkor lesz víz. És kéne építeni kórházat. 2000 meg 1000. Az 1000 vas az egy kicsit messze van. Urán. Fincsi. Fincsi kis urán. Na, az a vízfogó, az jól, jól hangzik. Esőszedő. Az szimpi. Már gondolom a lakosságot majd jelentősen meg kéne egyszer növelni. Mondjuk építünk még 20 házat. Építünk még 10 ilyet. Száz energiát termelünk, akkor igazából két ilyen pumpával járok legjobban. Meg persze egy csomó esőfogóval. És akkor abszolút nincsen kérdés. Ami mennyi, merre. Nem egy gyors folyamat. Ja, most ilyen egy csomót kiraktunk, csomót építünk. De hát ez van, inkább építsünk egy csomót, mint lassan. Hát legyen 5 ebből is. Ebből a másik fajta birtokból. Ezt megvesszük, hogy az ki legyen maxolva a hatások. Egyébként ez az esőfogó lesz a leghatékonyabb vízforrásunk. Abszolút. No, rengeteg embert hívunk. Abban mindig lesz rengeteg mindenünk, mondjuk ez nagyon lassan épül cserébe. Az azért benne van. Rakjunk még 10 embert ide. És még 10-et a kutatásba, vagy oktatásba, vagy nem tudom. Építsünk hadibázást. Ez mondjuk legyen 10. Remek! Na hát innen fogjuk folytatni, mára ennyi.